A felvonulók nevében szeretettel köszöntöm a téren megjelent nézőközönséget, és mindannyiunk nevében nagy tisztelettel köszöntöm Dobos László polgármester urat és Szepesi Tibor képviselő urat, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár igazgatóját. Tisztelettel felkérem Dobos László polgármester urat ünnepi köszöntőjének megtartására. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt igazgató, tisztelt jelenlévők, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a mai napon a 27. nagykunsági kulturális napok majdnem végén, hiszen még van azért két rendezvényünk, egy kiváló koncert és a tűzijáték, de most a hagyományőrzésre tettük a súlypontot ezzel a rendezvénnyel. A szokásoknak megfelelően arató felvonulásra került sor városunkban, és én biztos vagyok abban, hogy nagyon sokan látták a menetet a város különböző pontjain, mert elég lassan értek ide, sokat kellett táncolni, sok mindent meg kellett mutatni. Őszintén örülök ennek, hogy itt is ilyen sok érdeklődőt láthatunk, hiszen valóban az augusztus 20-ához kötődő nemzeti ünnepünkhöz passzoló rendezvényen lehetünk, amikor tulajdonképpen az államalapítás Szent István királyra emlékezés mellett az új kenyér ünnepét is ünnepelhetjük itt, illetve magunkénak tudhatjuk, és az arató felvonulás ennek mindenképpen egy jeles példája, hiszen azok az emberek, akik az életet, a kenyeret adják nekünk, azok vonulnak föl, azok a gazdák, azok a földművelők, földművesek, akik borzasztó kemény munkával biztosítják számunkra a legszentebb nemzeti ellenőrünket. Tisztelt hölgyeim és uraim, már alig várjuk, hogy ide érkezzenek azok a fogatógépek, amelyeket megcsodálhattak máshol is a város pontjain, és nagy szeretettel várjuk őket. Nézzük meg, hogy milyen a régmúlt technikája, milyen a mai kor technikája. Köszönet a szervezőknek, rendezőknek, mindazoknak, akik fáradoztak azon, hogy az idei évben is megvalósulhasson ez a program, és reméljük, hogy jövőre is szórakoztatnak bennünket. Én azt javaslom, hogy kezdjük is el itt a főtéren ezt a programot, és akkor, hogyha ez befejeződik, mindenkit szívesen és nagy szeretettel látunk a hátralévő programokon, a koncerten, illetve a tűzijátékon. További jó szórakozást kívánok a nemzeti ünnepen mindenkinek, aki ide látogatott. Köszönöm, hogy megtetszettek hallgatni. Megköszönöm az új kenyér ünnepét méltató meleg gondolatokat, és kérem polgármester urat, igazgató urat, hogy a Városi Önkormányzat képviselő testülete, valamint dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő úr nevében szíveskedjenek feltűzni a köszöntő szalagokat Karcag város zászlajára. Hagyomány már ez is, hogy ilyenkor is tűznek fel polgármester urék a mi tiszteletünkre, felvonulók tiszteletére szalagot, hisz tetszenek látni, van már a zászlón elég sok, tehát ez is már egy hagyománynak számít. Az új kenyér ünnepén kérem, fogadják szeretettel a felvonulók ajándékát, az idei búzalisztből sütött kenyeret, egy üveg bort, és a békesség az emberi szeretet jeleként néhány szál virágot.
Kérem szépen a kollégákat, hogy a virággal együtt legyenek szívesek ide jönni be mellém, mert kezdődik a felvonulás. Felkérem polgármester urat és igazgató urat, hogy fogadják a felvonulókat. De mielőtt még megindulna a menet, szeretném elmondani önöknek, hogy néhány héttel, mondhatnám azt is, hogy több héttel ezelőtt, két fiatal ember engem megkeresett, hogy ők szeretnének a saját kis traktorukkal felvonulni. Na most egy kicsit meglepődtem, mert ugye mégiscsak egy menet, mégiscsak gyerekek, mégiscsak kis traktor, de az igazi meglepetés akkor ért, amikor arra is felkértek, hogy én is foglaljak helyet ezen a bizonyos járművön. Akkor néztem egy kicsit nagyot, hogy Istenem, hogy is fogunk majd mi ezen ketten elférni Józsikával, de jelentem tisztelettel, balesetmentesen ideértünk. A jövő felnőtt gépészei Ternován Tamáska, legifjabb Kuni József, fogadjátok szeretettel bátorságotokért, ügyességetekért, polgármester úr ajándékát. Tessenek csak belegondolni, ők képviselik ám igazán a jövőt felnőtt generációját, és bízunk benne, hogy még talán sokan találkozni fognak majd akkor is velük. Köszönjük szépen, jó utat kívánunk nektek! Na, milyen szakszerűen indítja meg a gépet, tetszenek látni? Úgy bizony. Azt mondja. Elsőként fogadják nagy szeretettel Hubai Boglárka, Szívós Gyula lovasokat a Szilágyi Farm képviseletében, ők a karcagi lovasokat is képviselik. Szívós Gyuláról szeretném elmondani, hogy szinte 15 éves korától kezdve foglalkozott a lovakkal, a lóval. Mindig volt valamilyen, ami ló közelében, amin gyakorolt, amin később versenyzett is, és bizony még a mai napig is foglalkozik vele. Ezt kívánom, hogy adját majd a gyerekeinek, hogy majd annó, annak idején ők is ilyen lóra termett lovasok legyenek. Boglárkának mit kívánhatok? Sok sikert a jövőre való tekintettel, aztán szokjad, tanuljad a lovaglás művészetét, mert nem egyszerű. Kérem szépen, Györfi Péter vezette MTZ, amin a Pipás zenekar és a Dériné Kulturális Központ Pántlika Néptánc csoportja foglal helyet. A lányok. Tessék megállni az erőgéppel. Köszöntjük még egyszer nagy tapssal, mert megérdemlik a borzasztó melegbe, forróságba a Pipás zenekar tagjait, és külön a táncosokat, a Pántlika együttes táncosait. Nagyon ügyesek, nagyon-nagyon szép sikerrel táncoltak a kereszteződésekbe,
én állíthatom, hogy büszkék lehetünk rájuk. Kérem szépen a gépvezetőt, Györfi Pétert, hogy a gimnáziumnál legyetek szívesek majd letenni a táncosokat és a zenekar tagjait, jó? Hogy le tudjanak szállni. Köszönjük szépen, mert rájuk még feladat vár. A Dériné Művelődési Központ árendás táncosait hozza a Limbóhintó. Mészáros Zsolt bocsátotta a rendelkezésünkre, tessék megállni. Köszönjük szépen. És kérem szépen a táncosokat, legyenek szívesek leszállni. Majd így van. És Zita néni, kérem szépen, tessék szíves lenni már ide jönni, közelünkbe. A táncosokat pedig azért kérem, bocsánat, Rita, Oroszné Millinghofer Rita tanárnőt. Kedves tanárnő, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önt, és szívül köszönünk mindent. Azt kérem szépen, hogy az egyszálas virágból tessék szíves lenni a táncos kislányoknak is adni, a fiúknak pedig hát egy-egy fakanalat. Tisztelettel megkérem képviselőasszonyt, hogy szíveskedjen Ön is leszállni a hintóról, és itt körünkben fogadni a további menetet, és velünk együtt izgulni, hogy Istenem, de jó is lesz talán a végére. Igen. Megérdemelnek egy tapsot, ne tessenek sajnálni. És a hintó hajtója Karácsonyi Béla. Szeretném Önöknek elmondani, hogy már hosszabb éve az itt jövő lovasok Karcagváros iránti tiszteletükből, kérem szíveskedjetek megállni, tiszteletükből jönnek át ebbe a városba, hogy szórakoztassák Önöket, hogy látványosságot nyújthassanak. Kis Lajos vezetésével szinte tényleg minden évben itt vannak, aminek végtelenül örülünk, és köszönjük szépen, hogy megteszitek. Ezt az oda-vissza utat Püspökladány Karcag, illetve Karcag Püspökladány között. Szeretném bemutatni a lovasokat, Szabó Zsolt, Varga Tibor, Cibi Máté. A csoporthoz tartoznak, de Tiszaösről lovagoltak Karcagra, Tóth László, Kocsmár Renáta, Fehér József és Szappanos Tibor. Köszönjük szépen! További jó utat kívánunk, és hát bízunk benne, hogy talán még sokszor találkozhatunk ilyen alkalommal Karcagon. Köszönöm.
Köszöntöm Krajcánné Kovács Nellit Lagúnalován, valamint Nagy Szabolcsot Sábalován, karcagi lovasok. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Köszöntöm szeretettel Kele Gábor urat, aki szintén azt lehet mondani, hogy 15 éves kora óta imádja és szereti a lovakat. Foglalkozik is velük, erre neveli gyerekeit is, ismerőseit is. És kívánom, hogy még nagyon sokszor találkozzunk. Kezdte a lovas bemutatókon, mint fiatal lovas, majd később, mint díjugrató. Most pedig már versenyekre jár, és nagyon szép eredményeket fogadhajtó versenyeken ér el. Szerbusztok, köszönjük szépen, hogy eljöttetek! Szeretném bemutatni úgy a következő hintónak a tulajdonosát és hajtóját. Nagyszentesi Marian, az édesanyja, tulajdonképpen a hajtónak, kis virágnak. A fogat családi tulajdon. Évek óta foglalkozik vele a kislány, nagyapja tanította meg, hogy hogy is kell hajtani, mi is a hajtásnak a fortéja. A kedves vendégek pedig Püspökladányból jöttek át hozzánk, hogy színesítsék a felvonulásunkat. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Szintén a családhoz tartozik a pónifogat. Melyet kis Lajos, illetve kis Sándor hajtanak, és a nagyszentesi család tagjai ülnek fönt a fogaton. És persze természetesen Püspökladányi kedves vendégek. Köszönjük szépen, ezt a hagyományt soha ne hagyjátok el. A pónifogat hajtója a Németh László unokája, Németh Klaudia. Tessék megállni, köszönöm szépen. A család foglal helyet a fogaton. A kislány éveken keresztül a nagyapja tanította a hajtás fortéjaira, és bizony már elég szépen megy a kislánynak. Hát kívánom, hogy majd felnőtt fogathajtó versenyek versenyzőjeként is üdvözölhessük majd a kislányt. Köszönjük nagymama, nagypapa, anyuka, apuka, akik mindent megtesznek azért, hogy ez a gyermek valóban egy igazi fogathajtó versenyzővé váljon majd. Köszönjük szépen a jelenléteteket! A következő fogatnak a hajtója Hangyási József, és akik a fogaton helyet foglalnak, családjuk. Pónifogattal jönnek, ők is már évek óta föl részt vesznek a felvonulásunkon. Hát kívánom, hogy sokszor találkozzunk még. Thank you.
Szalmás fogad következik, Olojás István hajtóval az élen. Ő bizony szintén évek óta társunk a felvonulásban. Kérem, fogadják nagy-nagy szeretettel. Istvánról el kell mondani, hogy nagyon-nagyon nagy gondossággal és szeretettel készül egy-egy felvonulásra. Legalább úgy izgul, mint 5 évvel vagy 10 évvel ezelőtt. De semmi baj, István, nagyon szépen sikerült a ma délután is. A következő MTZ-t Kovács Ferenc vezeti. Az Aranykalász baráti kör tagjai foglalnak helyet, valamint püspökladányi vendégek. És kedves közönség, egy úgynevezett mini kiállítást is láthatnak a karcagi arató asszonyok hímzéseiből, kézimunkáiból. Láthatnak népművészeti tányérokat is, korsókat, kancsókat is. Büszkén emlékezünk Kántor Sándor Kossuth díjas népművészre, aki kerámiáival számtalan rangos díjat nyert szerte a világon, akinek tanítványai munkáit is elismerték itthon és külföldön egyaránt. Remélem önöknek is tetszik, mert nagyon sokat dolgoztak rajta a mini kiállításon a baráti kör tagjai. Köszönjük szépen, Feri! MTZ következik pótkocsival. Idős Kun József tulajdonát képezi traktorral, ifjú Kun József vezetésével a Csokonai úti óvodásokat, azok barátait, szüleit hozza a pótkocsi. Ők foglalnak helyet fent a pótkocsin. A vezető óvónéniük Benéné Anikó néni, aki szervezi, verbúválja a csapatot. Kérem szépen a kislányt, hogy a lábát legyen szíves betenni a pótkocsira. Tedd be, légy szíves, a lábadat. Mind a kettőt szívem. Bizony, mert baleset veszélyes. Köszönjük szépen! Kedves közönség! Kedves vendégek! Most olyan gépek sora következik, melyek az 1950-es, 60-as években dolgoztak, működtek. Akkor nagyon nagy értéket képviseltek, hiszen megjelenésükkel segítették a gazdaság és az ott dolgozó emberek munkáját. Ma már ezek a gépek muzeális minősítéssel rendelkeznek, melyet a rendszám O betűje is mutat. Tisztelet minden embernek, aki lehetővé és lehetőségessé tette, hogy megőrzi, ápolja ezeket a gépeket,
hiszen teszi ezt az utókor számára, a mi számunkra, hogy láthassuk, csodálhassuk ezeket a korabeli képeket. Köszönjük Kis Mihály földművesnek, hogy a felvonulás rendelkezésére bocsátotta a most következő három korabeli muzeális minősítéssel rendelkező erőgépet. Tehát első Kis Mihály földműves, UE28-as, Dutra 68-as régi magyar traktor, melyet 1968-ban az akkori legnagyobb gépgyár, a Vörös Csillag traktorgyárban szerelték össze. Köszönjük szépen! Második, Csapó Ferenc, és ennek is Kis Mihály földműves a tulajdonosa, Fent traktorja 1959 évet mutat gyártási évként. Majd Nagyszentesi Péter a vezetője az RS-09-es eszközhordozógépnek, mely 1968-ból való. Megérdemelnek ám egy nagy tapsot, tessenek csak gondolni, hogy hányan voltak milyen fiatalok abban az időben. Köszönjük szépen! A következő a 80 éves Kiriák Rudolf, aki tulajdonosa és vezetője az általa vezetett K25-ös Zetornak, mely ekét húz magával, aki már, és most tessenek figyelni, 1955-ben 17 évesen már vezette és vetette ezzel a géppel a búzát. Ifjú Hármel Ferenc MTZ traktorral, mely Szalma Bálát hoz magával. Ő is évek óta képviseli felvonulásunkat itt Karcagon. Maga a traktor édesapjáé idős Hermán Ferenc tulajdonos. Őt követi Szendrei Zoltán Messi Ferguson 86-70-es erőgépével, amely kis kombány tulajdonképpen. Tehát egy kis kombány. Őt követi Dobrai Zsolt, Landini Vision 95-ös plusz bálázó. Ő is részt vesz felvonulásunkon hosszú évek óta. Fülöp Imre Géza MTZ 82-essel jött el erre a délutánra egy ekével. Majd őt követi barátja Kovács Norbert, szintén MTZ 82-es plusz ekével. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek erre a felvonulásra, tessék! Vince Mihály, MTZ 892 koronával.
ifjú Szoptó László, Messi Ferguson, 86-70-es erőgép plusz vetőgép. Tessék megnézni még, aki ilyet nem látott, hogy mekkora borzasztó nagy erőgéppel rendelkezik ez a fiatal ember és családja. És hogy milyen modern felszerelések vannak benne. Tetszenek még emlékezni a 60-as, 70-es, 80-as évekbe? Hogy akkor milyen volt egy traktor? Vagy egy MTZ? Vagy egy erőgép? Vagy akármilyen gép, amit a mezőgazdaságban használtak? Hát bizony azóta sokat változtak a gépek, mint ahogy a világ is, meg a technika is, a tudomány is. Buzsáki Csaba, Mess Ferguson, 84-70-es erőgéppel, kombinátorral a háta mögött. Őt követi Sebők Lajos, Mess Ferguson, 54-55-ös plusz bálázó. Van rá szerelve. A következő gépet Márki Roland vezeti, MTZ 892-es egy trágyaszóróval. A következő gép vezetője László Imre, maga az MTZ László Imre tulajdona, de az utána rögtön hozzákapcsolt bálázók meg Kun József úré. A következő Tóth Péter Pál Class Action Combine-nal. Birjonyi Tibor ugyancsak ugyanezzel a géppel. Majd Balog László Class Action 8-10-es traktor. Majd Kuruc Attila Class Érion 540-es traktor. Most azért mondtam ezt így egybe, mert őket Dániel Csaba ügyvezető igazgató bocsátotta a rendelkezésünkre a Cserhát Kft. Dolgozói. Majd három fiatal következik,
ifjú Szopkó János John Deere 46-50-es erőgéppel az 1980-as évekből, Szopkó Ádám MTZ 82-es plusz trágyaszóróval, és ifjú Tóth Péter Zoltán szintén MTZ 82-es trágyaszóróval. Ha valaki még nem tudná, vagy olyanok vannak közöttünk sokan, akik már esetleg nem emlékeznek rá, de nem véletlenül kapják ám az urak a fakanalat, mert ez is hagyomány volt valamikor Karcagon, milyen jókat tudtak annak idején sózni a sétáló lányokra a fiúk úgy hátulról? Tetszenek rá emlékezni augusztus 20-án? Ezúttal is gratulálunk a Dériné Kulturális Központ tánc csoportjának, akik már ott készülődnek a fellépéshez, hiszen a Jászlókun Szolnok megye közművelődési díjában részesült a tánc csoport, amelyhez ezúttal is gratulálunk, mind a felkészítőnek, mind a zenészeknek, mind a szülőknek, mind pedig azoknak, akik közreműködtek abban, hogy ez a közművelődési díj ide kerülhetett Karcagra a tánccsoport javára, és akkor most lássuk őket fellépés közben is. Thank you.
Balták a táncolást, mert nem tetszettek közben tapssal kísérni a táncosokat. Gyerekek, szívből köszönjük a műsorotokat, gyönyörű műsorokat adtatok eddig is, de megvigasztalt már is a tanárnéni, hogy még lesz egy táncotok, amit mi persze örömmel fogadunk. Bújj, bújj, zöldák, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu.
itt a péntek, szerelem csütörtök, dob szerda. Egy paradicsom, millióm, meglopták szívem, jól tudom. Ki meglopta, jól ismerem, ki meglopta, jól ismerem, édesem. Rád adom a rongyos bekecsem. Csillag már is, tudom a nevedet, érted vagyok, halálos beteget. Vesd rám rózsám, fekete szemedet, úgy tudják meg, hogy szeretsz engem. Konkoly levél, tiszta búza, majd kinyílik az ibolyom. Az ibolyát akkor szedik, mikor reggel harmat esik, én az uram nem szeretem. Én a csókját nem kedvelem. Ifi asszony szeret engem, barna legény, hívett engem, ha szeretne, már elvenne. Papíros babúcsút venne. Aranyláncot, 12-t, 3 aranyos fölkötött, ég a gyertya. Ég a gyertya, ha meggyújtják, el is rázik, ha elrojtják. Az Isten nekem adja, nem kell nekem az aranya, ég a gyertya. Szállj ki már, én vagy már. Zöld erdőben! De zöld erdőben nem aggódna a jó. Kicsi madár se, kicsi madár, a vészkény jogodat. De az erdőig, valós madár, van párja, van párja, csak én magam. Thank you.
Köszönjük szépen a gyönyörű műsort a táncosoknak. Gyönyörű volt és élvezetes, majdnem táncra perdültünk a kísérő zenészek tevékenysége alapján, ami azt jelenti, hogy a Pipás Népzenei Együttes tagjainak nagyon szépen köszönjük a ma délután, és hát kívánjuk nekik is, hogy még sokáig művelhessék ezt a gyönyörű foglalkozást, hát amit a hangszerükön keresztül felén közvetítenek.